Sziasztok, ez a Trade on the Market, és a mai Quick Charts az egy nagyon fontos videó lesz, hiszen láthatjátok, már formabontó, nem a Total, nem a DXY, hanem a Silvergate csártyával e, kezdünk, és két hírt hoztam el nektek, a két hír szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen ugyanarról szól, illetve a charthoz is. A Silvergate Capital Corporation, a Silvergate Bank Holding társasága a mai napon bejelentette szándéket, hogy a jogszabályoknak megfelelően rendezett módon beszünteti tevékenységét, és önkéntesen felszámolja a bankot, a felszámolási terve magában foglalja az összes betétes visszafizetését, valamint azt is mérlegeli, hogy miként lehet a -e legjobban rendezni a követéseket és megőrizni eszközeinek maradványértékét. Tudjuk, hogy a Silvergate bank szorosan kapcsolódik a kriptóhoz, hiszen specializálódik a kriptóbrókerekre, így ez olyan hír, amilyen, de erről mindjárt beszélni fog, előbb lássuk, vagy inkább a következő mi a Silvergate Bank felszámolásának a hírére sorra nyilatkoznak a legnagyobb kriptobrokerek, mint a Binance, a Coinbase, az OKX, a Paxos, és így igyekeznek megnyugtatni az ügyfeiket, hogy nem marad sem ügyfél, sem vállalati vagyoneszköz a bajban lévő banknál. Az egyik legnagyobb bitcoin bányász cég, a Marathon Digital, Mara, pedig közölte, hogy felmondta a hitelkeretét a Silvergate banknál, és kb. 50 millió dollárra csökkentette az adósságát, melynek következtében a fedezetű szolgáló 75 millió dollár értékű BTC visszakerült a bányász céghez. Előttünk van a szilvergét csártja, mint ahogy említettem. Nézzük is meg, hogy mi történt. Itt egy egész egészséges, szépen kinézett csárt látszik. Addig, ameddig csak nem megyek egy kicsit jobbra, hiszen akkor látszik az utóbbi hónapok eseménye, és az, hogy miként is tud a csődbe menni a szilvergét. Na de beszéljünk egy kicsit a korábbiakról. Ő itt a high szintünk. Ez 2021. Um, őszén és telén sikeredett, utána egy elég komoly korrekció érte a Silvergate Bank csártyát, ami egyértelműen nagyobb korrekció, mint kellett volna, de, de itt nagyon sokan pozitívként hozzátak, hogy akkor itt a korábbi ellenállás, akkor innen befektetünk a kriptópiacba, megcsinálják a kövi higher high hát high sikerült csinálnunk, viszont egy elég komoly lower high lett, láthatjuk így kontrasztba kettővel, hogy még meg se közelíti egymást a a kettő, és itt nagyon sokan bedéciáztak, befektettek a kriptópiacra, remékedve, hogy akkor most itt az ideje. Hát nem volt itt az ideje, hiszen megint egy nagyon komoly, nem is korrekció, ez már mondható, egy komoly szakadás történt, ami egyértelműen a kriptópia is hasonlóan játszódott ki. Na de akkor itt sokan gondolták, hogy itt a korábbi támaszkodási szint, és akkor itt majd akkor meg tudunk támaszkodni, és itt lesz az idő arra, hogy befektessünk, és mehet be a DCA nem, ez a szín nem volt az, hiszen itt már egy elég komolyat tudott hirtelen nyébe emelkedni ez a, mármint az ár, ami a kriptópiacon is ugyanígy meglátszódott, ez is csak egy lower high volt elég, ami láthatjuk ugyanúgy az előzőhez az képest, hogy azért ez egy elég durva süllyedés és elég komoly gyengeséget mutat. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy ez a higher high körül volt az a pont, amikor a Silvergate az adatokból belső infokba, stb. felfogta, hogy itt nincs, nem lesz más menekülő, út, csak a csőd, itt viszont akkor fel kell készülni egy csődre, ami azt jelenti, hogy fel kell készülni arra, hogy kifizetnek mindenkit. Na de, hogy tudnak kifizetni mindenkit, amikor ennyire durván veszteséges a dolog, és ennyire durván veszteséges számukra a kriptópiac, ami egyértelműen a kriptópiac gyengeségét mutatja, innentől elkezdődött nekik úgymond a beetetés, kriptópiacra jöjjön be a tőke, és valahol működött is, hiszen lát, hát sok tőkebeáramlást nem láttunk, de azért itt-ott láttunk, és ez a tőke kellett neki arra, hogy most, amikor bejelentette, hogy csődbe megy, tudja fedezni az ügyfeleket. Reméljük ez így is van egyébként, tehát mi ebből amúgy bajt nem érzékelünk, ez nem olyan lesz, mint talán az FTX. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt tényleg kézbe tartják, és ahogy mondják, vissza is fognak fizetni mindent, így mi úgy gondoljuk, hogy a kriptobrokerek tényleg nem lesznek ennek kitéve. Attól függetlenül viszont ez egy nagyon-nagyon rossz hír a kriptópiacnak. És egyértelműen csődbe ment a Silvergate, jön valami helyette, nem más, mint a Signature Bank, legalábbis ő fogja ezt kezelni, és ő lesz erre hatással. Hát a Signature Bank ez eddig egész jól állt, viszont nincs itt a csártya, nem mutogatok semmit, mert annyira nem extra, viszont egy-két szót mondanék róla. A korábbi lower lóját low csak most törte meg, és hatalmas volument kapott lefele, illetve ha megnézzük a opciós kereskedéseit, a put, ugye, ami arra tippel, hogy süllyedni fog, az konkrétan van belőle 5800, a call, az meg arra tippel, hogy emelkedni fog, ugye ez 30 napos opció, az meg 780 e legalábbis körülbelül, e, hát ezek nem arra e, mutatnak rá, hogy ez most annyira szépen fog kinézni a Signature Banknál is, és ez egy nagyon-nagyon rossz jel. Maga a Silvergate csődje is, hiszen mondtam, hogy ez a kriptónak a ez mutatja, viszont a Signature Bankra is egyből ilyen negativitás hat, az minden csak nem jó, és Binance egyébként, a érdemes tudni a Binance-ről, hogy e, mi úgy gondoljuk, hogy legalábbis, hogyha a szilvegét az nem mond igazat, és van valami, amit nem tudnak kifizetni, akkor ez nem a Binance lesz, hiszen nézzük meg a Binance-et. Emlékszettek arra a hírre, amit mondtunk nektek, és tettük ki a Discord, ami szerint a Binance az így szünteti be, meg úgy szünteti be a kereskedést Amerikába, bizonyos dolgokra hivatkozva? Igen, az valahol úgy Ekörül körül lehetett, tehát valahol így, tehát a csőd előtt még amúgy volt olyan, hogy beszüntette, azt újra megnyitotta, azt egy hónap is volt, olyan, hogy beszüntette. Mi úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy nem csak a binance de hogy a Binance kapott belső infot a SilverGate-től, hogy, hogy itt bajba leszünk, és itt jön a csőd. És a Binance az egyre jobban öm, menekült az amerikai piactól, és egyre jobban öm, csökkentette a kitettségét. Ezt onnan látjuk, hogy nyitott Ázsia, Európa, mint még Ausztrália, Új-Zéland, minden fele nyitott, egyszerűen a világban a Binance húzza be az ügyfeleket, tudják hozni a tőkét a piacra, és ez, ez egyébként nagyon jó, hiszen ez majd eredményezni fogja azt, hogyha itt tényleg jön a gáz, ami egyébként már itt van a szemünk előtt, a Silvergate csártyán, és e, gyanús, hogy ott lesz az Ignature Bank csártyán is, akkor a binance ez a nyitása ide-oda az életbe fogja tudni tartani a Binance-t egész szépen, és akár a BNB-t. Na de nézzük is meg a Total Market cap hogy mit is mutat. El, elárulom nektek amúgy semmi szépet, és majd a dxy is rátérünk, hiszen most megbeszéltük, tartsátok ezt úgy ö, olyannak, mint hogy ez az első fenyegető dolog a kriptópiacra. Igen, jön míg, még, egy, ami legalább ugyanekkora lesz, kérdezhetitek, hogy ez hogyan lehet, hiszen csődbe ment egy bank, ami a brokerekhez tartozik, és a másik se áll jól. Na mindjárt mondom, előbb a technikai adatokat beszéljük meg, ugye, semmi szép. E, még volt opcióban, és kérdeztétek, hogy nem lehet prediktálni, egyértelműen nem lehet prediktálni, és ott, most ez igazából csak poén lesz, ne vegyétek komolyan, megprediktáltam kommentbe, hogy ebből a Head and Shoulders-ből lehet, hogy nem lesz semmi, és egyébként nem is lesz semmi, hiszen nagyon negatív lett. Arra viszont itt e, lett volna ugye még kérdés, hiszen ha most itt bemutat még egy head and shoulders-a kripto uh, total market cap, hát akkor aztán végleg jól nézünk ki, itt meg ki tudta volna alakítani a fejet, és leszakadt volna. Most ez egyáltalán nem opció, hiszen lefele letörte, nem feltétlen az a uh, reakció, vagy az az invalidás, amit vártunk. De, de mindegy, beszéljünk arra, hogy mi történt. Uh, megtörtént a golden cross, egyértelműen, és el, hát igen, láthatjuk, hogy még nem történt meg a dead cross, de nagyon az a szinten van, hogy megtörténik. És ez minden csak nem jó jár. Tehát itt egy Golden Crossunk, ami hozza a pozitív erőt a piacra. És majdnem egy hónappal utána, körülbelül, igen, egy szinte kevesebb, mint egy hónappal utána jön is a Death Cross. Na ez az, ami technikailag, ha most kivonjuk a bankokat a képből, stb., na ez az, ami nagyon durván gyengeséget mutat jelenleg a kriptópiacon és hát persze, hogyha nem a többi dolgot nézzük, hiszen láthatjuk ezt a kis volumen, pálcikát, volumen oszlopot, ami a mai naphoz tartozik, ami azért elég durva, és azt, hogy itt a zuhanásba elkezdett azért szépen nőni a volumen. A Silvergate Info az való itt jött ki, ugye beszéltem arról, hogy tegnap előtt, tehát ha megnézzük a gyertyát, pont ez az a gyertya, ami bajos, pont ez az, ami a 200 es ema alá tudott zárni. Volt itt amúgy forgatókönyv, hogy a 200 es ema alá zárunk, és akkor a 200 es M még ezt nem használjuk ki, de ezt már itt 960972 től idáig kiasználjuk, illetve még nem ezt, hanem itt majd a 915,023-tól egészen a 875,494-ig. ezért beszélünk forgatókönyvekről, hiszen kérdeztétek kommentbe, hogy ez mi ez, hiszen itt megint volt öt forgatókönyv, és bár elárulom nektek az őszintét, nem számítottunk ilyen gyorsaságra, és ilyen negativitásra hirtelen, hogy ezt kb. két gyertyából itt így le tudjuk bonyolítani, és a elemeken a kriptópiacon ki tudjuk használni, de hát végül is ki tudtuk használni, csak azért résen kellett lenni, hiszen ez elég gyors volt. Mi úgy gondoltuk, hogy szépen ha minden rosszra fordul, akkor lecsorgatozunk itt a március 15-ig cikluszárásnál. Hát ez nem ez történt, de remélem rajta voltatok azért, és ki tudtátok használni, ezért érdemes több forgatókönyvet fejbe tartani, viszont ez még azért itt problémásnak is fog tudni kinézni továbbiakban is. Egyébként ma jön uh, makró adat, uh, unemployment rate, stb. azért, ami még meg tudja dobni a dolgokat, és jövő is beszéljek majd a videó végén, hiszen az is izgalmas lesz, na, de itt még jönnek sokkoló dolgok. Ugye megbeszéltük, hogy a Total Market Cap nem néz ki jól. Egyébként a 870,494 törése esetén, itt a 852,498 így meg lehet próbálni kiasználni, de azt láthatjuk, hogy ez itt ez elég kicsi táv. A zónát már egyértelműen nem szeretnénk ott kihasználni, hiszen ez egy olyan zóna, amit számítanánk rá, hogyha, hogy meg tudná fogni, viszont ez a nagyon negatív golden cross, a negatív mérlegem, a setup és a cikluszárás és a dolgok mellette azok uh, itt szerintem majd biztosítani fognak nekünk pozíciót legalábbis nem itt fognak nekünk biztosítani pozíciót, hanem a kriptó piacon a total market kaptő, csak ezt a mozgást várnánk ami egyértelműen negatívan hat ki a kripto elemekre um, az továbbra, most áttérek kis a ddx re de mindjárt jövök a totára vissza az továbbra, hogy a DXY egy ilyen mozgást tud bemutatni, hogy uh, tulajdonképpen ugye meg tudta törni a 200 át, egy nagyon szép zöld gyertya, igen, ellenás, stb. ezt megbeszéltük, de hogy a visszateszt az nem sikerült, hiszen pár órával korábban még tartott a 200 es most egyetemen leszakadt az 50 es hogy egy ilyen, hogy a dx ez ilyen nagy vörös gyertyát mutat mikor volt utoljára, itt talán február 23, február 1, ez, ez egyértelműen azt mutatja, ez további gyengeségét mutatja a kripto kriptónak, hiszen nézzük meg, hogy a Total Market Cap miért tud süllyedni. Arra érdemes majd ide figyelni, hogy egy csetlek kicsit lenyugodnak a kedélyek, és a DXY ez továbbra is süllyedni akar, esetleg megtörő az 50 sem állt, ami amúgy nem feltétlen fogja, de hogyha tényleg itt um, neki a március 16-ai cikluzárásba a tovább süllyedni akar, nehogy meg a Total Market Cap, hogy itt elkezd egy kisebb korrekciót, és nem, hogy belugorjunk, investment, DC, -a, stb. Hiszen láthatjuk egyértelműen a chárton, megtörtént a Dead Cross. Na de száj és hogy mi a második dolog, ami fenyegeti igazán a kriptópiacot, az nem más, mint a részvénypiac. Igen, most kérdezhetitek, hogy, bocsánat, ezt kiblőrölöm, kérdezhetitek, hogy részvénypiac, uh, igen, főleg az opciók, nem is a 30 napos opciók, hanem a, ezek a napos opciók, Tamás az a utóbbi napokban rengeteg időt és rengeteg energiát fektetett abba, hogy ezt kielemezze, és milyen jól tette, hiszen elég komoly dolgokat tudott felfedezni, és ha most ezt elkezdném nektek mesélni, talán lemenne a nap, hát lehet, hogy sokan úgy nézitek, hogy már lement a nap, de nagyon sok idő lenne, lényeg az, hogy az S&P 500, az tudjuk, hogy szépen lassan emelkedik, miközben a benne lévő cégek is emelkednek, miközben a benne lévő cégek vezítik a pénzt, ez hogy működhet? Tehát itt mi történik? Hát egyértelműen látjuk, hogy itt van egy kis probléma. Tehát uh, rengeteg cég van benne, és a legtöbb cég az veszteséges. Biztos, hogy még nem is követitek a részvénypiacot, hallottatok az Netflixről, hallottatok a Facebookról, a, Facebook a Meta-ról, hallottatok um, akár a NVIDIA-ról, stb. És tök sok, például az NVIDIA is komoly emelkedéseket tud bemutatni, hogy az S&P 500 is. Ez a nullápos opciók miatt vannak, és mi félünk, hogy ez a um, Luffy, ez fújva lesz, fújva lesz, és fújva is van, és egyszer csak kidurran. Az olyan durva sűrjedést fog elhozni a részvénypiacra, amire lehet, hogy nem tudunk felkészülni, és nem közvetlen hat ki ez a kriptópiacra, hogy halljátok, viszont tudjuk, hogyha egy ilyen szektor, mint a részvénypiac, ilyen hatalmas nagyot fog Tud e, majd esni, az egyetemen minden, hogy kifoghatni a kriptópiacra, csak pozitívan nem. Tehát, hogyha nem elég nekünk ez a bankos téma, nem elég nekünk a technikai kép, nem elég nekünk a DXY, hát akkor ott még van a részvénypiac, és az ott az opciókból fújt e, Luffy. Ez egyébként. Tamás a prószinten nagyon részletesen elmondta, viszont neki is egy órába tellett, tehát most ebbe tényleg nem szeretnék belekezdeni, viszont elég komoly bajokat látunk most a részvénypiacon is, egyelőre nem, de ezt a lufit, ezt látjuk, és egyértelmű, bocsánat, még egyszer ez a notifikáció, és egyértelműen ezt a, ezt a kriptópiacon is látjuk, hát egyért nem néz ki pozitívan Total Market Cap, ebbe megegyezhetünk, és ígértem, hogy a videó vége fele elmondom, hogy mi lesz jövő jövéten, rengeteg makroadat, és ez a rengeteg makroadat, hogy hogy fog hatni, az jó kérdés, de Powell nem annyira volt elégedett a saját munkájukkal, és nem feltétlenül úgy működött, működtek a dolgok, ahogy ezt eltervezte, ahogyan most ugye hallhattuk a beszédét. Tehát a jövő makro adat még egy érdekes kis túra lesz egyébként, és mindenképpen eh, érdemes lesz figyelni, és mindenképpen, eh, most alig ismételtem szót, eh, lényeg az, hogy ezeket a déciákat, és a befektetéseket, és akkor most investment 5 eh, évre, most, ha eddig nem engedtétek el, én most tudom ajánlani ezek a dolgok mellett, ugye az opció, a részvény, és a bank eh, csődje, hogy most egy kicsit engedjétek el, és valahogy fókuszáljatok a kereskedésre, hiszen nézzétek meg, ha kereskedtetek, akkor oké, okay, lebuktuk a 200-es emát, de milyen szép, tehát e, itt egy kereskedő, az nem búslakodik, hogy akkor most a befektetés az lement, hanem örül, mert olyan sortokat tudott elhozni, amire akár valaki egy hetet vár, vagy két hetet. Tehát e, tudom ajánlani, hogy most akár ez egy olyan e, időszak lesz, amikor párelem nagyon komolyat szenved, és nem azért, ne értsetek félre, mert rossz konstrukció, mert rossz a team, mert rossz a kriptó, mert rossz a kriptó elem, mert rossz a funkciója, semmi ilyesmi nem lesz, egyszerűen simán lehet, hogy a részvénypiac az ilyen durván be fogja borítani, és nagyon sok elem az hát, hát, elég komoly süllyedést fog elszenvedni közel a nullához, viszont a videó elején már felsoroltam, hogy akár lesznek olyan elemek, például ugye a BNB, mert nyitott ide-oda, és megkaphat egy olyan volument, amitől egy szép oldalmozgást fog mutatni, ami persze megint nem a dc és megint nem a befektetők, ezt nem rosszból mondom, csak nem nekik fog kedvezni, hanem a kereskedőknek, akik ezt ki fogják tudni használni fel, aztán le, aztán fel, aztán le, egy oldalmozgás. Tehát én most egy ilyen helyzetben nektek ezt a tanácsot tudnám adni, és azt, hogy azért vigyázzatok, mert most úgymond eléggé hullámos, a piac eléggé csoppi. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha nem vagytok túlságosan lesokkolva, mindenképpen csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz, és mindenképpen dolgojatok egy lájkot, like uh, illetve csakoljátok le a social media profiljainkat, a követést ott is természetesen nagyon-nagyon szépen megköszönjük. Köszönjük, hogy megnéztétek, pacsi, és jó hétvégét!